Ezeket a kézműves termékeket pszichotikus betegek készítették. A különböző eszközöket a Józsa András Oktató Kórház Sóstói úti telephelyén állítják elő, de sok más foglalkozást is ott bonyolít le a betegekkel a Pszichotikusok Megyei Egyesülete. A szervezeti már negyed évszázada segít a mindennapokba való visszailleszkedésben azoknak, akik valamilyen mentális betegséggel élik életüket. Ide tartozik a skizofrénia, a depresszió, a mániás depresszió, tehát nagyon-nagyon tág ennek a betegségnek, és nagyon sok betegség formával találkozunk, találkoztam én is a munkám során, nagyon sok mindent kellett megismerni nekem is, és én 2013 óta vagyok jelen az Egyesületben, mint rehabilitációs tanácsadó, kezdtem a munkámat, én akkor, nekem ez teljesen új terep volt, rettenetes sok hívással találkoztam, sorssal, de nagyon sokat tanultam tőlük és velük. És az az együttlét, amit velük töltök, az minden nap egy újabb lendületet adott a következő naphoz, és ahhoz, hogy érdemes, és kell is segíteni, és felkarolni őket is támogatni. Az Egyesület tavaly nyáron átalakult, a tisztújítás követően pedig a vezetőség azt tűzte ki célul, hogy még több aktív tevékenységgel segítik a betegeket. Így idén a korábbiaknál több kirándulást, családi napot és kézműves nyílt napot szerveztek. Mindezt annak érdekében, hogy a betegek körében a nyitottságot, az egészséges embereknél pedig az elfogadás érzését erősítsék. A legfontosabb cél az, hogy nyissunk. Az, hogy megismerjenek, mert eléggé zárkózott ez a betegség forma az emberek. Azzal, hogy megismerünk, nyitunk a társadalom felé, szerintem az a legfontosabb lépés ahhoz, hogy elfogadják ezt a betegséget, mert nagyjából szerintem félnek tőle. Nem tudják, mi az, és ez a nem tudás, ez ami félelmet kelt társadalomba, és ezt kell nekünk csökkenteni. Ezért is volt most 2022 nyarán egy nyílt napos rendezvénysorozatunk, hogy bevonjuk a közösséget, a környezetet, a városlakókat, hogy bejöjjenek, megismerjenek, és ezt a munkát szeretnénk tovább folytatni, hogy egyre inkább egy elfogadóbb környezetbe éljenek a pszichotikus betegeink. A jubileumi eseményen elhangzott, a pszichotikus betegségben szenvedők megyei egyesülete jelenleg 94 tagot számlál. A betegek közül többen hetente kétszer angol nyelvtanfolyamon vesznek részt, rendszeresek a torna foglalkozások, 31 megváltozott munkaképességű szemét pedig foglalkoztat is az egyesület, az ő bérköltségüket pályázatokból finanszírozzák.